kiállításon, Losonci Béla kiállítása után Elek Ágnesnek a munkáival találkozhatunk ebben a villatérben, ebben a romos villatérben. Egy egészen más hatású anyaggal szembesülünk, hiszen még tegnap ezek a hatalmas festmények rendkívül izgalmasan belesimultak ebbe az atmoszférába, és annak ellenére, hogy belesimultak, mégiscsak valamiképpen dinamizálták is ezt a teret. Itt viszont tényleg olyan finomságú iparművészeti remekekkel találkozhatunk, illetve hát táblaképekkel is, ha nevezhetjük annak. Lényegében ezek ugye be vannak keretezve, és hagyományos táblaképként funkcionálnak, nem pedig dizájntermékként. Ezeknek az összhatása, hogyha az ember távolról szemlélődik, talán fel se tűnik elsőre, hogy itt milyen kis izgalmas és aprólékos dolgok vannak a falakon. Elek Ágnessel nagyon régre nyúlik vissza az ismerettségünk, lényegében Földin Ágnes, hajdúböszörmények vagyunk mindketten, és egy bodrogolaszi alkotótáborban találkoztunk először. Úgyhogy az első táborozós élményem lényegében egy közös élmény Ágnessel, ő akkor már végzős volt a gimnáziumban. Bocsi, ezzel leleplezzelek, hogy amikor én kezdtem ugye a rajztagozatot, ott a Bocska István gimnáziumban, te akkor már, már kifelé állt a szekered nyelet. Vagy egy nyíregyházi főiskola vizuális és természet, környezetkultúra szakán végzett, aztán pedig a Momén textiltervezőként. Tehát elég sokféle területen jártas vagy, és hát ez a fajta szemléletmód, ez nagyon erősen érezhető is az anyagon, amit látunk. Viszont az előző programhoz visszakapcsolva, ugye lényegében itt egy természetművészeti előadást hallhattunk, ami nagyon izgalmas és tanulságos volt. Te is most készítettél egy installációt abban a kiszáradt betonmedencében, ami hát tekinthető akár ilyen természetművészeti munkaként is. Szeretném, hogy egy kicsit mesélnél erről a többieknek, mert nem tudom, hogy mennyire láttátok, de valószínűleg azért itt sokan figyelték, hogy mi is történik ott éppen. Alapvetően nem lett kész ez a munka, és egészen más lett volna, hogyha mondjuk egy hetem van rá, és nem egy másfél napom. Hogyha ilyen nagyon egyszerűen kellene fogalmazni, akkor amikor leraktuk a sertunkat, akkor elmentünk emellett a beton medence mellett, és én annyira féltem, hogy én ebben éjszaka bele fogok esni. És hogy a félelmemet leküzdjem, kitaláltam azt, hogy hogyan tudom megszelídíteni a medencét, meg ennek a mélységét. És akkor amikor így néztem, akkor arra gondoltam, hogy jó, hát akkor én ebbe beleugrom, és hogy bele is mentem, és akkor nekem olyan az a medence, mint hogyha, vagy arra gondoltam, ahogy kifeszítem a szálakat, mint egy hatalmas nagy szövőszék lenne, mert alapvetően textiltervezőként végeztem, és szövés vagy szövőszakon, és bármit is csinálok, a szövés, vagy az anyag megmunkálás, vagy a semmiből valamit csinálás, az folyamatosan a gondolataimat megszabja, vagy e körül gondolkodom, és azt szerettem volna, hogy lieretként a hullámzás volt a téma, és akkor ezek a hullámzó természeti anyagok megjelennek először alacsonyabb, magasabb, még magasabb, vagy még magasabb lierként, de hogy erre tényleg kevés volt az idő, meg az volt a cél, hogy mindenképpen természetes anyagokat használjunk, és először kiszedtem a gamszit az erdőben, aztán utána rájöttem, hogy kevés az idő, mert nem tudok most annyit gyomlálni, hogy ez így létrejön, és akkor utána a szalma került ebbe a hatalmas szárba, de abszolút így a hullámzás, meg amikor például mi egy patak partján lakunk, vagy van egy patak a kertünk végében, és amikor a patakon fennakadnak a levelek, vagy a nád, ahogy megjelenik, az is egy ilyen tök szép réteget képez. Úgyhogy de sajnos nem sikerült befejezni. Lényegében itt valamiféle ilyen visszahódítása is a térnek, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye ott egy beton teret próbáltál megszelídíteni valamiképpen azzal, hogy feltöltötted a felszínét, valamiképpen kiképezted, ami már nincs ennek a
ennek a térnek, tehát érdemes megnézni, hogyha még valaki nem látta. Nyugodtan bele lehet szőni, szóval lehet ez egy ilyen közösségi alkotás is, hogy még két sor hiányzik, hogyha van kedvetek, nyugodtan szőjétek tovább, hogy kész legyen. Megmutatod a technikát akkor? Igen, megmutatom nagyon szívesen, egy vászonszövés az alapja, úgyhogy... Egyébként is neked ez a csomózás szövés fontos része a munkádnak, tehát itt is látunk olyan anyagokat. Egyrészt visszahódítasz ipari anyagokat, ugye itt a gumiabroncsból készült paradboxon sorozatodnak a darabjait tudnánk kijelenni, ugye itt ilyen íróasztali eszközöket is találunk, érdemes közelről megnézni őket, amik nagyon sajátosak, egy ilyen különleges egyensúlyozó darab például ez, ahol ugye látszik, hogy ez a fajta könnyedség, ez hogyan írható vissza akár egy ilyen egyébként durva anyag használatával a tárgyba. És ezeken a boxokon is ezt látjuk, ezeken a tároló boxokon, ugye olyan, mint hogy tényleg ilyen könnyen mozgatható dolgok lennének, pedig hát azért egy erős anyag. És erről szeretnének kérdezni, hogy miért van ez fontos számodra ezeknek a különböző szövési technikáknak a használata, a csomózásnak a kérdése, saját technikákat is kitaláltál el? Az egyetemen csináltunk anyagkísérleteket, és akkor kezdtem el struktúrákkal foglalkozni, és akkor utána a diplomamunkám lényegében ez volt, hogy különböző csomózási és szövési technikákat találok ki. De ehhez atomjaira kellett bontanom a bicikli gumit, ezt tudjátok, ez a biciklinek a belső gumia, és ezeket elkezdtem szeletelni. És kitaláltam különböző rendszereket, hálózatokat, kapcsolatokat. És akkor ezt én nagyon-nagyon szeretem, nagyon nehéz önmagában, hogy ott vannak azok a textilek, és szerettem volna, hogy legyen valami funkciója. És amikor a pandémia elkezdődött, akkor pont azt vettem észre, így a home office során, hogy rengeteg tárgyam van, folyamatosan nő, és hogy közben igazából nem is vigyázunk rájuk megfelelően, meg csak halmozás, és azért találtam ki ez a paradoxon, vagy boxon, hogy ezek olyan tároló tárgyak, irodai tároló tárgyak, amelyek elnyelik a rengeteg különböző tárgyainkat. Most gondolok ilyen használati tárgyakra, mint az ecset, a toll, vagy különböző elemek elnyelik, és ugyanakkor, mivel gumiból készülnek, ezek nyújthatóak, még rakhatod bele a tárgyakat, és akkor ez egy ilyen fricska is, hogy meddig rakod a tárgyakat, még el nem szakad a gumi, és közben meg pont azért van a bicikli belsőből, mert eleve ezt kidobják, ez egy veszélyes hulladék, amit én mondjuk összeszedek, és akkor szétbontom, és újra szövöm. Hát ez a paradoxon, az a szójáték, amit alkalmazol, az innen is jön, hogy lényegében itt egyszerre van szó valami ilyen nagyon finom dologról, valamiről, ami ténylegesen vissza akar a természetihez kapcsolni, illetve a tárgyakat így magába akarja onnasztani, ugyanakkor meg mégiscsak egy iparilag használt anyagot. Igen. És beépítesz, és összekapcsolsz a... Igen, annyi, hogy meg kell jegyezni, hogy megtervezem a tárgyakat, és utána tervezem hozzá a textil mintát, vagy fordítva, de hogy ezeket a tárgyakat Nagy Gábor, a Guest műhelynek az alapítója készíti nekem. Szóval vele szoktam együtt dolgozni, és hogy bámulatos, ahogy a fával dolgozik, és hogy ilyen csodálatos, iszonyatosan magas minőségben csinálja meg a bútorokat, amit én beszélek utána. Egy kicsit kapcsolódjunk át akkor az ékszerekre, hogy ezekre a finom darabokra, amit tényleg érdemes közelről megnézni. Nem tudom hozzányúlni, mennyire szabad, de nagyon-nagyon könnyűek, tényleg nagyon könnyű darabokról van szó. Itt felmerült már más is említette, hogy egészen olyanok, mint hogy ilyen súlyos beton tömböcskékből lennének összeállítva, pedig valójában papírból vannak. Amivel megint csak valamiféle módon a fenntarthatóság kérdéséhez próbálsz kapcsolódni, ami egyrészt nagyon aktuális, ugye a környezetváltozás problémája az nagyon erősen benne van a diskurzusban, a klíma katasztrófáról beszélünk, sokan ugye azt mondják, hogy már elevennek a közepén vagyunk, és egyben vagy be divat is ez az egész. Tehát a divatban való alkalmazása, az mennyire egy tudatos döntés, és mennyire
a korábbi tanulmányaidból jön, vannak-e példaképeid ebben, vagy pedig próbálsz egy teljesen saját utat törni? Ahogy én alkotok, és mindig a téma a legfontosabb, az abszolút tükrözi az ilyen személyiségemet, és azt, hogy én hogyan élek, hogy szelektíven gyűjtöm a szemetet, odafigyelek arra, vagy hogyha adható foglalkozást tartunk kicsiknek, akkor például újra hasznosított anyagokat használjuk. Ez egy picit, ezek az ékszerek saját magamnak készültek meg, tehát én nagyon-nagyon szeretem az öltöző kiegészítőket. Csak azt nagyon mérges voltam arra, hogyha én elhasználok egy ékszert, vagy sokszor használom, akkor tönkre megy. És akkor azt találtam ki, mivel alapvetően amúgy is komposztálunk, hogy legyenek komposztálható ékszerek. És azért készülnek papírból, mert ez 100%-ig komposztálható, és nem csak a medálok, amik mondjuk rajta vannak, hanem a szál, ami rajta van, lemből készült, vagy gyapjúból, nemezből, és hogy azt is utána bele lehet dobni a komposztba, és nem használok semmilyen mesterséges anyagot színnel, kurkumával, természetes növényi színezéssel. Ilyen lehet azt mondani, hogy a földszínek dominálnak. Abszolút, ugye igen. Azért nem látszik világokat, meg ilyen nagyon harsány színeket, mert abból nem, mondjuk maximum céklával tudnék színezni még. De... Ezért is simulnak bele ennyire ebbe a környezetbe a darabok. És ez ad nekik tényleg egy plusz esztétikumot, egy ilyen visszafogottságot, egy visszafogott eleganciát, és valahogy a formakultúrája és a ritmusok, amiket alkalmazol ezeken a tárgyakon, ezek is jól kapcsolódnak ez a színhasználathoz, meg a szellemiséghez, amit képviselsz. És hát itt egy picit akkor így ezekre a nem annyira funkcionális tárgyakra is kitérhetnénk, amelyek viszont ugye táblaképekként szemlélhetők. Ez ilyen asszemblázsok, vagy papírmunkák, vagy ezeknek valamiféle kombinációi, mert nem tudom, hogy például a papírokat magad mennyitebe. Ezt ilyen, abszolút. Erről ha esetleg mesélni, hogy ez a sorozat hogyan készült. Ez egy kicsit olyan, mint egy anyagkísérlet, amikor mondjuk textilen tervezünk valamit, akkor mindig készül egy anyagkísérlet. És az ékszereknél is volt egy ilyen, hogy amikor merítettem a papírt, amikor színeztem a papírt, amikor kiválasztottam ezeknek a formakultúráját, ahhoz készültek ezek, vagy amellett készültek ezek a képek, hogy hogyan tudok mondjuk színnel színezni papírt, vagy hogyan jelenik meg egy másik forma a papíron, úgyhogy ezek ilyen kísérleti játékoknak mondanám, mint hivatott táblaképnek is, de hogy én abszolút az ilyen egy játék volt. Végül is a forma használatban, ugye az ékszereken is visszaköszönnek ezek a hosszúkás formák, és ezekhez egyébként mit használsz, hogyan jönnek létre azok az elemek, amiket aztán felfűzöl egy ilyen ékszerre? Az elemek, azt próbáltam, hogy törekedtem így a legminimálisabb formakincsre hagyatkozni, látod a négyszert, ezeket a hosszúkás formákat, hogy ne vigye el a hangsúlyt, hogy ne legyenek, és ezek inkább ilyen hordható darabok, hogy egy ilyen egyszerűségre törekedtem formavilágban. És vannak hozzá negatívjai, vagy amiben bele résseled a papírt, és akkor ezekkel hozod létre. Abszolút, igen. És az is valamelyik mondjuk egyedileg tervezett, de hogy nagyon sok süteményformát használok, vagy ilyen szilikonformát, amiben belenyomom ezeket a papírokat, amit én mondjuk turmixolok, leszűröm, szóval egy csomó ilyen fázis van, amire elkészül egy ékszer. Látunk egyébként, ne kerülj el a figyelmünket, itt még gyűrűket is találunk, fülbevalót is, és itt is vannak munkák, de egyébként az installálás hihetetlen rövid idő alatt állítottátok össze most ezt a kiállítást, hiszen még délelőtt gyakorlatilag azon a munkát dolgoztál, amiről az elején beszéltünk, a beszélgetésre. Tervezem, hogy visszamegyek. Nem sikerült. Mennyi idő alatt készült el? Ez most? Hát egy 20 perc. Figyelj, hagytátok a szögeket. És én csak így ráraktam. És utána egészen máshogy installáltuk volna, de utána a tegnapi kiállítás az ilyen inspirálólag hatott, és akkor mondom, jó, hát akkor itt nem rakjuk fel a falra. Ez érdekes, azért nem gondoltam volna, hogy ennyire ráépült az előző kiállításnak a maradékainak. De ráadásul ugye ez már egy olyan anyag, amit több helyen
bemutattál a Fiatalipar Művészek Stúdiójába, Budapesten, illetve Bicskén a Kultúr Palotában. Igen, igen, az most is látogatható egyébként, 22-ig, most én onnan elhoztam a dolgaimat, és utána vissza-vissza. Értem, és ott akkor még plusz munkák. Ott vannak plusz munkák, nagy keretes, hát azok inkább táblaképek, amik vannak, de ezek a falak nem bírják el, mert ez egy ilyen egyedileg legyártott vas szerelvényre befűzött biciklizmi struktúrák, úgyhogy ezek a falak nem alkalmasak rá. Akkor erre mindenkit bíztatunk, hogy aki tudja, ott is nézze meg ezt a kiállítást. És még azt azért megkérdezném, hogy mennyiben jelent számodra kihívás mondjuk egy térnek az alkalmazása mondjuk az installáláskor? Mennyire befolyásolja mondjuk ezeknél a többnyire funkcionális munkáknál azt, hogy hogyan állítod össze a kiállítást? És mondhatnám azt, hogy mivel Luzonban is dolgozom, és hogy nagyon sokszor foglalkozunk kiállítás tervezéssel, meg megrendezéssel, így van egy rutin, de mindig van egy ilyen borzasztó nagy aggódás, hogy akkor hogyan állítom ki a munkáimat, meg elég lesz-e az, de utána a végén mindig jön egy ilyen, nem tudom, ilyen gyors folyamat, egy ilyen sugallat, hogy na, akkor ez hogy kell, hogy kinézzen, vagy mi lenne, és általában bejön ilyen belső ösztönösség a másik, vagy a belső ösztönösség. És ugye a közlekedési múzeumban dolgozol, és lényegében a pedagógiai kérdésekhez kapcsolódóan létre is hoztatok egy csoportot. Igen, ez a kacsmű, ez a kreatív alkotó csoport, és a gyerekeknek tartunk képzősiparművészeti foglalkozásokat, általában kiállításokhoz kapcsolódóan, író-olvasó találkozóhoz is szoktunk, meg különböző rendezvényeken országszerte. Kvázi azt vettük észre, hogy nincsenek kiállításokhoz gyerekprogramok, és szerettük volna azt, hogy például főleg a kortárs értsék a gyerekek, és ezt befogadhatóvá tenni számukra, alkotó foglalkozások formájában, ahol főleg fenntartható, meg főleg hát minden anyagunk fenntartható, vagy ilyen újrahasznált anyagból dolgozunk. Akkor a következő generáció számára is próbáljátok ezt a szemléletet továbbadni. És ehhez jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. És én ezzel a kis beszélgetéssel szeretném akkor megnyitni a kiállítást, és további szép estét kívánunk mindenkinek, neked pedig nagy gratuláció. Köszönöm szépen. Írjátok a vendégkönyvet. És a vendégkönyv, az fontos, hogy találjátok. Köszönöm szépen.